Ahogy az a korábbi felvételeken is látható, volt, aki a szomszédos nyaralót ajánlotta fel ideiglenes lakhelyül, mások a romok eltakarításában segítkeztek, de ruhaneműt, háztartási eszközöket is kapott a család. Az Egri Vízilabda Klub a Prorekku elleni mérkőzésen gyűjtés szervezett. A szurkolók, a csapattagok, vezetők és az Egri Vízmű együttesének jóvoltából majdnem 1 millió forintot sikerült összegyűjteni. A halmozottan sérültek Heves megyei szülőszövetsége is csatlakozott a segítséget nyújtókhoz, annál is inkább, mert a 3 gyerek közül az egyik súlyosan fogyatékos. Egyöntetően megbeszéltük az elnökségi tagokkal, azonnal így összejöttünk, és egyöntetően úgy határoztunk, hogy az idei bálunkat 100%-ban az ő javukra ajánljuk föl. A halmozottan sérültek Heves megyei szülőszövetségének 10. jótékonysági váján a város részéről Stefán Zoltán tanácsnok is tett egy felajánlást. Polgármester úrhoz tudnak fordulni egy kérelemmel, ezt előzetesen leegyeztettük, és szeretnénk a külön polgármesteri keretből egy 100 000 forinttal támogatni, így a bál alkalmából az egyesület munkáját. Mint az Bíró Miklós elmondta, a bál előtt 1 órával még az alapásást készítette elő, az eltelt 1 hónap kemény előkészítő munkával telt, így a hét elején, a hivatali bejelentést követően 15 nap múlva indulhat az építkezés. Igen, a ház azt relatíve könnyű felépíteni, csak pénzkérdése, de mi egy otthont veszítettünk el, és annak az összegét már el sem merem mondani. Tehát az, hogy mi ebből a házat felépítjük és otthon legyen, az egy biztos, hogy több éves munka. Most úgy látjuk, hogy egy reális esély van, hogy októberben a jelenleg nyaralónkból, tehát ami nem lesz alkalmas a térre, nyaralóból egy olyan készültségi fokú házba be tudunk költözni, amivel már el tudjuk kezdeni az otthonépítést. A halmozottan sérültek Heves megyei szülőszövetségének jótékonysági báján összegyűjtött felajánlások a bíró család otthon teremtését fogják segíteni.